A magyar kormány soha és sehol nem látott komplex programot indított el. Ezt mondta az emberi erőforrások minisztere a családvédelmet, kultúrát, oktatást és egészségügyi ellátást is érintő intézkedési tervről. Ennek a nagyon sokirányú, nagyon széles programnak egy része az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 5 nagy projektje, aminek az összértéke 31 milliárd forint, és ezen belül a mai napon az ápolási eszközök egységesítéséről beszélünk, aminek az összértéke 8 milliárd forint, 16.500 új eszköznek, műszernek a beszerzését jelenti, és 71 ellátóhelyet érint. A korszerű betegágyaktól a legmegbízhatóbb és rendkívül gyors diagnosztikai berendezéseken át a betegmozgatást vagy éppen a higiéné betartását segítő eszközökig rendkívül széles a paletta, amit a 8 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból finanszíroznak. Ebben az összegben annak az ápoló személyzetnek a speciális és rendszeres képzése is benne van, amely az új eszközök használatához szükséges. Mikor tavaly egy filmforgatás miatt kaptunk kölcsön 2 ágyat néhány hétre, akkor ott a kollégáim is és a hallgatók is életükben először láttak, és hát bizony nehézséget okozott, hogy hogyan kell ezeket használni, üzemeltetni, működtetni, és hát számos esetben egy gyakorlott szakember, levelezős kollégák, akik szintén ott gyakorlatoztak, mondták, hogy ők életükben ilyent még nem használtak, csak láttak. Ugyanakkor vannak olyan közkórházaink, jó néhányan vannak, ahol esetleg már százas nagyságrendben használnak ilyen legkorszerűbb eszközparkot már az elmúlt évek beszerzései kapcsán. Azaz hiányzik a szükséges tudás, vagy a gyakorlat, ezeket mind-mind fejleszteni kell. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint az ellátás biztonsága, vagyis a beteg és a dolgozói biztonság záloga is a megfelelő számú szakápoló, és a létszámcsökkenés hatásait csak egyetlen módon lehet kompenzálni, kevesebb embert igénylő eszközökkel. Ma már létezik olyan ágy, ami föl tudja állítani a beteget. Nem kell 2-3 szakember, gyógytornász, ápolók, segédápolók együttes munkálkodása föl tudja állítani, és biztonsággal tudjuk azokat a technikákat kivitelezni. A kamara elnöke szerint fontos, hogy a 8 milliárdos keretből beszerzett eszközöknek mindenütt szálljanak tényleges szerepet, mert csak akkor gyorsíthatja az ellátást. Információink szerint az intézményrendszer 2/3 érintő eszközkorszerűsítés körülbelül 5 év múlva fejeződik majd be. Néhány kérdés a kerületi polgároknak a kerületi zöld felületekkel, illetve a saját lakókörnyezet állapotával kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni. Péter Mihály, a Hegyvidéki Zöldiroda munkatársa azt a környezetvédelmi kérdőívet mutatja, amelynek kitöltésével a kerület lakói is elmondhatják véleményüket, javaslataikat a hegyvidéken zajló zöld programokról, környezetvédelmi kezdeményezésekről, ezek koordinálását, szervezését az önkormányzat által 2016-ban létrehozott zöldiroda végzi. Irodánk két és fél évvel ezelőtti megalakulása után mi belevágtunk elég sok lakossági programba, illetve elég sok hulladékgazdálkodási területet, illetve zöld felületvédelmi területet érintő programot indítottunk. És ezeken a rendezvényeken általában elég sok lakossági visszajelzést kaptunk, jó részt el is ennek pozitívat, viszont a lakossági igényeket mégiscsak egy nagyon merítéssel szerettük volna felmérni, és emiatt indítottuk el ezt a kérdőívet, hogy egyrészt milyen irányokban bővítsük a programainkat, illetve melyik programokra, illetve milyen fajta akciókra, fejlesztésekre van igény a kerületi lakosság részéről. A kérdőív egyszerűen és gyorsan, akár pár perc alatt kitölthető. A cél, hogy felmérjék a lakosság igényeit, és ezek figyelembevételével bővítsék a kerület szemléletformáló programjait, fejlesztéseit. A Hegyvidék környezeti állapotáról szóló űrlap március 30-áig a hegyvidék.hu oldalon a Zöld Hegyvidék menüpont alatt érhető el.